Vielen Dank erstmal Mindenekelőtt köszönöm für die szépen a Einladung meghívást ins schöne Ungarn, die ich gerne szép angenommen Magyarországra, hätte. Ich amit war szívesen einmal elvállaltam in volna. Egyszer Budaumfest, voltam ich bin Budaörs über die Pesten Brücke is, gefahren und amikor zwar átmentem a war ich hidon, auf dem Weg nach mégpedig Rumänien úton mit dem voltam Krankenwagen, um Romániába dort egy jemanden abzuholen. mentőautóval, Und hogy dabei bin mentem ich egy durch diese schöne betegért. Stadt gefahren und Akkor ich hoffe, mentem dass át wir ezen a das szép bald városon, és nachholen können remélem, und hogy dass ezt ich dich mal hamarosan persönlich bepótolhatom, besuchen és kann. hamarosan Weil das ist ja személyesen is das Schöne meglátogathatlak. an Mert ez a der szép ganzen ebben Erkrankung, az an egész Corona, dass ich megbetegedésben, wahnsinnig viele tolle hogy Menschen nagyon sok kennengelernt habe nagyszerű und embert Leute, die megismertem, ich normalerweise in és meinem Leben nie embereket, akiket gesprochen hätte. Es egyébként ist az meine Ehre, életemben, akikkel bei soha nem euch beszéltem volna az sprechen zu életemben. dürfen. Und ja, És danke. igen, köszönöm. Vielen Dank für deine Teilnahme in diesem Köszönöm szépen a Gespräch. részvételedet, Und wie ich és schon vorher das ahogy már gesagt habe, korábban unsere említettem neked, Vortrag oder dein a Vortrag te wäre wieder előadásod das Thema, témája dass wie können verantwortliche az, hogy Personen felelős etwas személyek gegen mit unverhältnismäßige tehetnek Maßnahmen tun. aránytalan Und du hast intézkedésekkel viele szemben. Erfahrung damit, Ezzel kapcsolatban neked sok weil du bist tapasztalatod einer van, der Ersten, mert der te vagy in a legelső Deutschland közül az egyik, aki Németországban gegen felszólalt die az unverhältnismäßige aránytalan Maßnahmen etwas intézkedések gesagt hat. ellen. Und hast du vieles És organisiert nagyon sok und mindent vieles szerveztél, getan? sok mindent Bitte tettél. einiges Kérlek, fürdést egy verteilen pár an dolgot osszál meg velünk das ezzel Ratschläge kapcsolatosan, für tanácsokat, hogyha die adnál. Ersten geben. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Ja, liebe Nos, igen, Kolleginnen, liebe kedves Kollegen, kolléganők és das kollégák, Wichtigste a ist, dass wir legfontosabb als mindenek Ärzte előtt, eigentlich den hogy Schlüssel in der nálunk Hand haben, orvosoknál um das van a Ganze zu kulcs beenden, weil die ahhoz, Menschen hogy ezt uns az als egész Ärzte dolgot vertrauen. megszüntessük, mert Das az heißt, sie emberek bennünk, vertrauen uns orvosokban ihr Leben an, bíznak. Ez sie azt jelenti, vertrauen hogy uns, ránk wenn es bíznak az ihnen nicht életünket, gut geht, und sie bennünk bíznak meg, vertrauen uns hogyha nincsenek Geheimnisse an, die jól, sie anderen velünk auch nicht osztanak meg anvertrauen titkokat, würden. amiket másoknak sem Wir haben mondanak eine el. sehr große Egy Verantwortung nagyon und nagy leider werden felelősségünk viele van, unserer és Kolleginnen und Kollegen sajnos dieser sok Verantwortung kollégánk és bewusst oder kolléganőnk sie nincs verstehen nicht, tudatában e dass hier etwas felelősségnek, passiert. illetve nem értik meg, hogy itt történik valami. Ein wichtiges Thema Egy ist die fontos Angst. téma a Die Angst félelem. ist A das félelem az az Instrumentarium, mit dem instrumentum, unsere amivel a Regierungen die Massen kormányaink steuern. a Das heißt, tömegeket sie erzeugen irányítják. Ez azt Angst jelenti, hogy im Nutzen félelmet generálnak, dazu, és olyan Aussagen, die kijelentéseket wissenschaftlichen tesznek, amit Überprüfungen tudományos standhalten. vizsgálat alapján nem Meiner állnak meg. Verfolg, wenn ich das so Az sagen én darf, sikerem, ha így mondhatom, und das, was ich immer és wieder az, in amit E-Mails mindig oder újból in e-mailekben és Gesprächen höre und kriege, beszélgetésekben ist, dass mir Menschen hallok, gesagt haben, hogy emberek vielen azt Dank, mondják nekem, hogy Sie köszönöm haben mir szépen, meine Angst genommen. elvette a félelmemet. Und wie habe ich das gemacht? És ezt hogyan Ich csinálom? habe fast täglich Majdnem ein Video naponta aufgenommen fölvettem und egy habe die videót, Kurven erklärt, és habe elmagyaráztam a erklärt, görbéket, was ist elmagyaráztam, eigentlich hogy ein mi PCR-Test, und tulajdonképpen ich egy habe PCR-teszt, erklärt, dass dieser elmagyaráztam, hogy ez PCR-Test a nichts darüber PCR-teszt aussagt, ob ein Mensch semmit krank nem mond ist el oder ob arról, ein hogy egy Mensch ember gesund ist. betege vagy Er sagt nur egészséges, etwas darüber csak aus, dass arról hier kleine árulkodik, Schnipsel hogy von kis Nukleinsäuren nukleinsav finden, részecskéket diese találunk-e, vervielfältigen, amiket aztán und diese könnten sokszorosítunk, vielleicht és auch zu ezek dem talán a SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 gehören. vírushoz is Aber tartozhatnának. wir haben es hier mit einer De neuen itt Entität egy zu új tun und wir können entitással letztendlich gar van nicht sicher dolgunk, sein, ob és dieser Schnipsel végeredményben nem nicht is auch lehetünk in biztosak anderen abban, Sachen hogy ez a kis vorkommt. részecske Wir hatten nincse in benne Deutschland das másban is. Beispiel mit einem Németországban Fachhaus, wo sich am voltam Ende herausgestellt példánk egy hat, dass die vágóhiddal, Tests ahol a végén kiderült, hogy a erstens tesztek manipuliert, először is zweitens einfach manipuláltak grob voltak, falsch waren. másrészt Wir hatten hamisan das pozitívak. vielverteilte Video des A sokat Präsidenten von megosztott Ghana, bei videót Netanzania láttuk, war a es, tanzániai elnöknek a der von videóját, Motoröl ahol angefangen über motorolajtól kezdve Südfrüchte bis hin zu dédgyümölcsökön den át absonderlichsten a Sachen Tests legfurcsább gemacht hat, dolgokat mit tesztelték einem koronára, positiven és egy Ergebnis. pozitív Das eredmény Ganze jutottak. ist nicht Az lustig, egész sondern történet es nem zeigt, vicces, hanem dass azt dieser Test mutatja halt meg, nicht hogy ez a valide teszt ist, nem und das valid, wissen auch die és Hersteller. ezt tudják a gyártók Deswegen is. sagen die Ezért Hersteller azt auch, is mondják a dieser Test gyártók, ist hogy nicht ez a geeignet teszt zu nem erkennen, ob alkalmas, jemand hogy krank ist, megállapítsuk, hogy valaki Überträger betege, ist, vagy oder sie fertőző, vielleicht um vagy einen falsch hogy positiven egy Test hamis handelt. pozitív teszttel van a dolgunk. Dazu erkläre Ehhez ich jön az ebenfalls is, hogy fast täglich, elmagyarázom naponta, warum es eine miért Abhängigkeit is van gibt egy zwischen der összefüggés Anzahl der a durchgeführten tesztek Tests száma und és der des az Ergebnisses dieses eredményük Tests. között. Und ich mache das És sehr ezt nagyon einfach. egyszerűen csinálom. Ich vergleiche das immer Ezt damit, mindig dass ich ahhoz sage, wenn hasonlítom, Sie hogy in azt den mondja, ha Wald valaki bemegy gehen az und sammeln erdőbe, Himbeeren, málnát kommen Sie aus gyűjteni, diesem Wald mit akkor einer gewissen kijövünk Menge egy an bizonyos Himbeeren wieder mennyiségű raus. Aber málnával. Sie gehen eine Stunde De hogyha egy reinpacken. órát bemegyünk az erdőbe Wenn egyedül, Sie dann stattdessen hogyha alleine ein paar Freunde nem egyedül, einladen und wir hanem pár nochmal eine baráttal Stunde megyünk in be den az Wald erdőbe, rein, dann werden akkor Sie, wenn Sie vier valószínűleg, Freunde hogyha haben, sok vielleicht barátunk van, viermal so négyszer viele annyit gyűjtünk. Tests kriegen,
Da sagt aber De nichts ez nem über mond die el semmit arról, Gesamtzahl hogy der Himbeeren összességében im mennyi Wald málna aus. van az erdőben. Irgendwann werden die Himbeeren aber Valamikor egyszer weniger. csak elkezd Und fogyni a dann málna az pflückt erdőben, man vielleicht és akkor Brombeeren, die talán nicht ganz reif sind. szedrezhetünk helyette, Das sind amik nem falsch érettek még. Ezek positive a hamis Tests. pozitív tesztek. Und je És weniger minél echte Himbeeren kevesebb im Wald sind, málna van az desto mehr erdőben, annál több unreife Brombeeren werden szedret sie sammeln, szedünk weil majd, sie sie für Himbeeren mert málnának erhalten. tartjuk őket. Das Ich für Ez die Menschen das zu nagyon verstehen, fontos, hogy megértsék dann az emberek zeige ezt. ich Ihnen Utána megmutatom anschließend nekik Grafiken. a Grafiken, die grafikákat, wir olyan in grafikákat, Deutschland amik nálunk gemeinsam Németországban sammeln. Es gibt közösen mehrere. gyűjtünk. Mittlerweile muss man ja von uns von Időközben YouTubern reden. youtuberként Da sind ja kell mittlerweile beszéljünk eine magunkról. YouTuber-Community geworden. Gyakorlatilag egy YouTuber community ich darf lettünk, jetzt mal kurz was bei és dir einblenden. Und szeretnék zwar, mostan amit mutatni. Kannst du das sehen, diese Látod Analysen ezt? und Ezeket az Grafiken? analíziseket és grafikákat? Gut. Nagyszerű. Das ist unsere Ez az Datengrundlage von adatbázisunk, vielen, mit denen amivel ich dolgozunk zusammenarbeite. másokkal Und együtt, wir haben hier és immer sehr deutlich und mindig einfach nagyon aufgedruckt zum einen egyszerűen die Zahlen, die uns értelmezhető das Robert számaink vannak. Egyrészt, Koch-Institut amiket a Robert Koch-intézet liefert. ad Und zum anderen nekünk a vergleichen wir másik das oldalon, Ganze jetzt ezt aber mit összevetjük den minden Fallzahlen, alkalommal die az eset gemacht werden. Und hier számokkal. passiert wirklich És etwas itt ganz valami nagyon Erschreckendes. félelmetes Man dolog erkennt történik. nämlich, dass zumindest in Deutschland die Látjuk legalábbis, Bundesregierung hogy angefangen Németországban hat, etwa ab a dem német kormány kb. 7. hó jetzt kann man wieder von 6-ától einem exponentiellen belekezdett Anstieg abba, sprechen, die hogy Fallzahlen növeszti az eset számokat, unverhältnismäßig mégpedig stark zu teljesen steigern. aránytalanul. Natürlich müssen jetzt die positiven Természetesen most a pozitív PCR-tesztek PCR etwas nachziehen. tesztekkel Und utána kell menjenek damit man ennek a das számnak, Ganze hier auch wieder és hogy az egészet relativieren kann, megint muss man relativizálhassuk, runterrechnen auf die Anzahl pro 1000 egész Tests egyszerűen in Deutschland. Und ezer dann sehen tesztre wir, kell dass ziemlich genau visszaszámoljunk. gar nichts És ott látjuk azt egészen pontosan, hogy semmi nem történt. Nincsen esetszámnövekedés valójában, hanem itt egy szándékos, a média és a politika által gerjesztett laborpandémiánk van. Éppen ezért publikálnak számokat, de eldugják a számokat egyúttal. És a mi feladatunk orvosként az, hogy megmutassuk ezeket a számokat. Nálam a rendelőben mindig jelen vannak ezek a bőrbék, és egész egyszerűen bemutatom, hogy milyen hatással volt például a lezárásoknak, illetve a maszkviselési kötelezettségnek. És megmutatom nekik, hogy itt egy illúziónak dőltek be, hogy nem volt soha egy halálos pandémia jelen. És beszélgetésekben és e-mailekben mindig megállapítom, hogy az emberek félnek, és el kell vegyük a félelmüket, és el kell vegyük a félelmüket afelől is, hogy azt hiszik, hogy mi olyan forradalmárok vannak, vagyunk, akik meg akarunk buktatni egy kormányt, akik bolondok. Tehát meg kell nekik mutassuk, emberek, amit mi csinálunk, az tudomány. És az, amit a Robert Koch Intézet csinál, illetve nem csinál, az is tudomány. Tehát itt aránytalanul járnak el. Most veszünk egy pillantást Magyarországra, és itt is látni fogjuk, hogy az új fertőzések számán, hogy itt is megnőttek a tesztelések számai. Sokkal nehezebb hozzáérünk a magyarországi értékekhez. Látjuk, hogy ezek a számok nem teljesen konzisztensek, és láthatjuk, hogy igen nagy a skála, amin mozognak az értékek, és Magyarországon ugyanúgy nincsen második hullám. Mint hogy máshol sem látható második hullám. És ennek valószínűleg az az oka, amit Susherit Pakti az előadásában mond, mert ezt nagyon elementárisnak tartom, ez a háttérimmunitás, ami valószínűleg nem, mint ahogy eddig gondoltuk, antitestekre épít elsősorban, tehát IgM, IgG-re, hanem limfocitákon keresztül adott. És ez nagyon izgalmas, mert most két tanulmány létezik, ami be tudta bizonyítani, hogy az emberek 80%-ának létezik egy háttérimmunitása. És ezzel mindannyian rendelkezünk ilyen immunitással, ilyen nyálimmunitással rendelkezünk. Ezt el kell mondani az embereknek először is, hogy nem vagyunk veszélyben, hogy ebben a megbetegedésben meghalljunk, hanem minél tovább tart ez a COVID-19 történet, annál kisebb a valószínűsége, hogy megnőnek az esetszámok. Tehát, hogyha minden lezárást és korlátozást megszüntetnénk, és lenne egy második hullám, akkor sem érhetné el soha az első hullám mértékét. És most jön az a képbe, amit én már régóta kérdezek. Hol van az arányosság?
Hol van a politika arányossága, amikor kormányok országokat zárnak le, amik tudományosan nonsensek számítanak, és most ebben a második hullámban abból kell kiinduljak, hogy eleve a lakosság 80%-a rendelkezik egy immunitással. Mert ez a 80% háttérimmunitás már 5 évvel ezelőtt megvolt. Véradók vérmintáit vizsgálták meg limfocitákra, keresztimmunitásra a SARS-CoV-2-vel szemben. Ez gigantikus. Felismerték. Ez azt jelenti, hogy most, hogy aktív volt ez a vírus, és sokan szembesültünk vele, vagy szembe kerültünk vele, de azt jelenti, hogy nincsen kockázat. Az emberek félnek, hogy meg fognak halni, el kell vegyük ezt a félelmüket. Azért, hogy egy normális érzékelésbe kerülhessenek vissza. El kell nekik mondani, hogy eddig sem féltek az influenzától, nem féltek eddig a herpesztől, a hepatitisztől, vagy bármitől is. Az utolsó nagy pánik hullám az AIDS idején volt. Ki beszél ma az AIDS-ről? Kéne róla beszélni. Kéne gyermekekről arról beszélgetni, hogy ha először fekszenek-e valakivel, akkor használjanak óvszereket. El kéne nekik magyarázni, hogy nem csak ilyen megbetegedések léteznek, hanem sok más fertőző betegség létezik. De a fiatal emberek ezt se értik meg. Fiatal emberektől megkérdeztem, mi van, hogyha egy új barátnőd van. Először csinálsz vele egy vértesztet, vagy megcsokolod, vagy hogy mi most a stratégiád? Hogy lesz ez a jövőben? És hogy ezt a félelmet, ezt kell elvegyük az emberektől, és ez sikerült nekem, és ezt ezáltal tudtam megcsinálni, hogy stoikus nyugalommal mindig újból és újból elmagyarázom nekik, hogy mi van, újból és újból mindig ugyanazt, és mindig elmondtam, hogy figyelj ide, nincsen ok arra, hogy aggódjál. Ezekből és ezekből az okokból kifolyólag. És el kell nekik magyarázni, hogy a maszkok, ami az arcukból hordanak, nem védenek a vírusok ellen, ez tudományosan így van, orvosilag. Úgy repülnek át a vírusok, mint a kerítésen a légy. De a dolgok, amik a testünkből ki akarnak menni a szervezetünkből, azok megragadnak a maszkban. A rossz levegő, amitől meg akar a szervezetünk szabadulni. Nem csak széndioxid van benne, azt még relatíve jól elboldogul vele az ember. Ezt minden műtő, sebész tudja, hogy aki 3-4 órát műt egy ilyen maszkban. De ez nedves lesz alatta, rossz lesz a levegő, és minél hosszabb ideig tart a műtét, annál kevésbé szívesen beszélek, és ezek minden dolgok, amiket ismerünk. Ezzel szemben most olyan maszkok vannak a piacon, amik nem alkalmasak, amik nem hitelesítettek, nincsen dinormájuk, és megengedjük, hogy az életünket határozzák meg ezek a maszkok. Ha figyeltétek, hogy mi van most fehér Oroszországban Lukasenkóval, láttátok, mi van ott? Szóval, amit Lukasenko úr mondott, ami most Madagaszkárban kiderült, hogy arra kényszerítették őket, hogy hamisan pozitív teszteket publikáljanak. Tehát úgy néz ki, hogy politikailag akartak ezek a dolgok, ezek a korlátozások, mégpedig korrupció keresztül. Ezek olyan dolgok, amik most igazán elkezdenek körbe-körbe menni. És ezért nagyon fontos, ki kell használjuk a hatalmunkat, mint orvosok, hogy minden nap 5-6-7-8 embert fölvilágosítunk erről, és ezeket az egyszerű grafikákat fogjuk, és megmagyarázzuk ezek alapján, hogy mi is történik itt. Akkor ezt megértik az emberek. Ha csak azt mondjuk, hogy ez hazugság, hogy hazudik valaki, azzal semmit nem érünk el. Az embereknek egyszerűen el kell magyarázzuk, mi egy PCR-teszt, mit mond ki, mit nem mond ki, mik a számok aktuálisan, ez oké az aggodalomra, hogyan védhetjük meg magunkat, hogyan védhetjük meg magunkat, mint minden fertőző betegségnek kicsit távolságot tartunk, kezet mosunk, a könyökünkbe tüsszentünk, és kész. Ám ha egy ember nem beteg, akkor a nyálkahártyáján sincsen kimutatható vírus, vagy baktérium, vagy kórokozó. És akkor egész egyszerűen nem beteg? Akkor sem, ha 1000-szer pozitív a tesztje, ahol talán még egy kis maradék nukleinsav van, ezzel senkit nem fog megfertőzni. Ezt mi tudjuk, sok kollégánk ezt nem tudja, de a mi kollégáink, hogyha szépen, nyugodtan és tárgyalagosan beszélünk velük, tapasztalataim alapján, akkor hagyják magukat meggyőzni. És relatív kevés ellenszelet kaptam a nyilvános médiától is, mert mindig ilyen tárgyalagosan mutatok be mindent.
Néha van, amikor kicsit keményebb a történet, de általában nagyon tárgyilagosan mutatom be ezeket a dolgokat. Amíg légy szíves, csináljátok ezt mindannyian így, akkor sokkal többen vagyunk, vagy sokkal többek vagyunk, mint egy magyar vagy egy német egészségügyi intézet. Oké, tehát felvilágosítás, minél szélesebb körben, és információkat adjunk át a kollégák számára. Ez a te üzeneted. Azt hiszem, hogy ez a kulcs, és ezt megélem a gyűléseken is, a tüntetéseken is, a rendőrök részéről is, akik hallgatnak minket. És a rendőrök végig hallgatják ezeket a beszédeket, mert hiszen nincs más dolguk. Egyedül ezzel is nagyon-nagyon sok mindenkit elérünk, nagyon sok rendőrt, egész egyszerűen azokat a rendőröket, akik ott állnak. És azt mondják, hogy hát ezek nem is hülyék, nem is mondanak ezek őrültséget. Ezek olyan dolgokat mondanak, amik egész egyszerűen igazak. Sokszor tapasztal amikor kikapcsolták a kamerát a tévéstábnál, akkor azt mondta a kameraember, hogy ez az első értelmes interjú, amit az utolsó 6 hónap alatt hallottam. Meggyőzött. Csak így működik ez. Nagyon nyugodtan, nagyon tárgyalagosan. Az orvosi kompetenciátokat vessétek be, használjátok ki, és mondjátok el, hogy itt olyan orvosokról van szó, akik gondolkodnak. Nem olyan orvosok vagytok, akik a világkormány megbuktatását szeretnék. Én legszívesebben orvos lennék megint. De amit orvosoktól kéne megkérdezni, akik félnek, hogy miért is lettek orvosok. Tehát, hogyha egy orvos elkezd vírusoktól félni, és baktériumoktól, halló, mi vagyunk a COVID-19 antitestek. Ez a feladatunk. Új betegségeket felkutatni, megérteni, pácienseket megvizsgálni, hogyha mi félünk, akkor saját magunkat is megfertőzzük, mert az immunrendszerünk erre nem alkalmas. Akkor orvosként sem vagyunk alkalmasak. Igen. Jó végszó. Nagyon köszönöm, Bodo. Sok sikert kívánok nektek. Igen, köszönöm. Fogok jelentkezni, hogy milyen volt. Nagyon köszönöm, és sok sikert neked is, köszönöm. Sok erőt a munkádhoz. Egy kulcs személy vagy. Köszönöm szépen. Minden jót nektek. Szia.